A regionális politika megvalósítása három fő pillérre támaszkodik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Szociális Alapra. A regionális politika az EU legfontosabb beruházási politikája. Kiterjed az EU minden régiójára és városára. Támogatja a munkahelyteremtést, az üzleti versenyképességet, a gazdasági növekedést, a fenntartható fejlődést, valamint a lakosok életminőségének javítását célzó beruházásokat. Erre, vagyis a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika céljaira az EU teljes költségvetésének csaknem egyharmada lett elkülönítve. Vásárosna ménye bereg szíve, ahogyan itt mondják. Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Tisza, Szamos, a Kraszna és a Túr folyók találkozásánál fekszik. Neve nem ismeretlen a turisták körében sem, és nem csak azért, mert a városban és környékén jelentős a történeti, építészeti, népi építészeti, földrajzi, természeti, irodalmi és egyházi örökség, hanem mert talán itt élnek a legvendégszeretőbb emberek. Vendégszeretetük pedig szorosan összekapcsolódik a gasztronómiával. Nem csoda hát, hogy a környék régóta kedvelt célpontja a pihenni vágyóknak. Autópálya már van, Budapesttől pillanatok alatt ide lehet érni. Remek szálláshelyek, éttermek is rendelkezésre állnak, de a város életét jó 10 éve mozgató polgármester és munkatársai mindig találnak fejleszteni valót. Vásárosna ménye a bereg szíve, egy lendületben és fejlődésben lévő település. Mondhatjuk ezt a jelenleg kialakult helyzet ellenére is, hiszen a pandémiás helyzet sem tudta befékezni azokat a projekteket, amelyekkel el tudtunk indulni, de nézzünk vissza néhány évet. Bátran kijelenthetjük, hogy a topos fejlesztések igen komoly mértékben több milliárdos forrás lehívására sarkalták a várost, hiszen nagyon komoly elképzeléseink voltak, és nagyon komoly terveket vetettünk papírra. Ezek tükrében folyt és zajlott a pályáztatás és a pályázatok beadása, benyújtása, és ezek összességében sikeresek voltak. Elmondható azt, hogy amint az M3-as autópályáról letérünk a 41-esre, hiszen, ahogy mindig el szoktam mondani, ahol az M3-as autópálya véget ér, most Vásárosnaménye a bereg szíve itt kezdődik, itt nyílik meg a kapu a Bereg, Szatmár felé, és innen juthatunk el Romániába, Erdély felé, illetve Kárpátaljára, Beregszász irányába, hiszen tudjuk azt, hogy a határ minket nem elválaszt, hanem összeköt. Ugyanakkor azt is látjuk, amint a 41-es forgalmi főúton befordulunk a város irányába, hogy az ipari területünk nagyon komoly fejlesztésen, fejlődésen esett át, hiszen egy 2,2 kilométeres út épült meg 54 villanyoszloppal, csapadékvízelvezetéssel és egy 600 négyzetméteres csarnokkal. Ennek tükrében elmondhatjuk, hogy bár ipari parkja továbbra sincsen Vásárosnaménynak, de nagyon komoly ipari területtel rendelkezik, ahol hamarosan 5 új cég is elkezdi a munkát, hiszen egy pékség, egy húsüzem, egy tejfeldolgozó, egy gyümölcsfeldolgozó és egy pálinka főzde indul, mind azonáltal a kis B-ker logisztikai központja, a B-épszolg, aztán Tóth István vállalkozó és a Hajdutészta már elkezdte a munkát, de mindenki tovább lép, tovább fejleszt. Láthatjuk, hogy a B-épszolg hátam mögötti részen is egy új üzlet került kialakításra. Hiszem azt, hogy aki beérkezik a városba és eléri a második körforgalmat az autópálya lehajtó után, az láthatja a fejlődést, és ha beljebb megyünk, akkor érezhetjük azt, hogy az önkormányzat odafigyelt a saját ingatlanaira is, hiszen számtalan energetikai korszerűsítésen, energetikai fejlesztésen vagyunk túl. Művelődési központ, általános iskolák, óvoda mind-mind megújult, nyilászárócserék történtek, hőszigetelés, talajszondás hőszivattyúk beépítése, mind-mind az energiahatékonyság irányába vezeti a várost. Ugyanakkor a kettes szegregátum fejlesztése is folyamatban van, ez az első része már megvalósult, közösségi ház kialakításával, tisztálkodási lehetőség, mosási lehetőség és közösségi tér megvalósításával. Ugyanakkor a kettes szegregátumnak a második lépése és lépcsője az most indul a napokban. Láthatjuk azt, hogy több intézményünkben az energetikai korszerűsítésen túl odafigyeltünk a környezet felújítására is. Gyakorlatilag nagyon figyelünk a történelmi múltunkra, a történelmi hagyományainkra, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a turisztika, mint olyan, minket kötelez, hiszen Vásárosnaménye a folyók városa,
közigazgatási határunkon belül négy folyó található, a Szamos, a Kraszna, a Tisza és a Túr. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a víz és a kerékpár, a kajakkenú és a kerékpározás lehetősége az mind-mind itt van a városunkban. Nagyon szeretnénk azt, hogy a történelmi múltunk, a középkori templomok útja, hiszen tudjuk a szatmári és a beregi történelmet, ismerjük a középkor által itt hagyott értékeinket, ezekre hívjuk fel a figyelmet, hiszen kerékpárral bárki elérhet azon az árapasztó töltésen, amely mintegy 250 kilométeres kerékpározási lehetőséget, és egyfajta csodát nyújt az ideérkezőknek. De hogyha csak a történelmi örökségénkre gondolunk, a 2000-es évek közepén a Tomcsányi kastély teljesen megújulhatott, ugyanakkor nekünk volt egy óriási adósságunk, amelyet a Zöld Város projekt keretében szerettünk volna megvalósítani, és a harmadik pályázatunk sikeresnek is mondható, sőt, bátran mondhatom, hogy a holnapi nappal a műszaki lezárása is megvalósul a Zöld Város projektünknek. Ennek tükrében az ötvös kúriát sikerült teljes mértékben felújítani, hála a B-Épszolg vállalkozásnak. Ez a Kft. Sikeres építőipari tevékenységet folytat már hosszú-hosszú évek óta a városunkban. Annak idején iskolaigazgatóként is megtapasztalhattam a szakmai és munkájukat és a minőségre történő odafigyelésüket. Ezt mind-mind továbbvitték az elmúlt években is. Megkapták, elnyerték ezt a munkát, és mondhatjuk azt, hogy az értékmegőrzés nagyon fantasztikus formában megvalósult, és nem csak maga az épület újulhatott meg, hanem megújult teljes mértékben a park, épült út, járda, gyalogos közlekedés, és a zöld felület növelése pedig egy olyan mértéket öltött, amely kapcsán a város lakók egy új parkot is használva vehetnek majd, fotózhatnak és szelfizhetnek a fiataljaink úgy, hogy mögöttük a háttérben ott van az ötvös család emléke, az ötvös kúria, hiszen tisztában kell lennünk azzal, hogy a múltunk kötelez. Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy a múltunkra odafigyelni nem csak kötelesség, hiszen ahogy a környezetvédelem kapcsán mindig kitérünk arra, hogy a földet gyermekeinktől, unokáinktól kaptuk kölcsön, úgy odafigyelve arra az uniós elvárásra, amely tükrében a környezetvédelem, a klímastratégia előtérbe került, mi is odafigyelünk arra, hogy energiahatékony módon tudjunk beruházásokat véghez vinni és beruházásokat megvalósítani. Ennek tükrében elmondhatjuk azt is, hogy nagyon fontos az is, hogy a városban a kerékpár útjaink megújulhattak, ezáltal próbáljuk a lakosságot is arra ösztönözni, hogy minél kevesebbet autózzanak, próbáljuk meg gyalogosan vagy kerékpárral megközelíteni a boltokat, üzleteket és azokat a természeti örökségeket, amelyek mindenképpen megérdemlik azt, hogy látogassák őket. A városban van még hiányosságunk, hiszen szeretnénk a kerékpárutakat a hálózatba foglalni. Ugye most éppen a Vásárosnamény központjában legforgalmasabb útjainkat, a Szabadságteret, a Kossuth utat, a Rákóczi utat, a Radnóti utat, a Kölcsey utat és az Árpád utcát tesszük rendbe. Ugyanakkor ez nagyon fontos volt, hiszen egy körforgalom kiépítésével biztonságosabbá tudjuk tenni a városközpontot. Itt tudjuk az áthaladás sebességét egy 30-as tempóval fölgyorsítani, és mégis biztonságosabbá tenni, hiszen voltak olyan utcáink, olyan útjaink, ahonnan a kifordulás lehetősége szinte 0%-os volt. Ugyanakkor ez a körforgalom biztonságosabbá teszi majd a közlekedésünket. Tudjuk azt, hogy vannak adósságaink, de azt is látnia kell mindenkinek, hogy amikor az Unió támogatja mind a közlekedést, mind a környezetvédelmet, akkor nekünk szem előtt kell tartani azokat az elképzeléseket, hogy vannak már működő projektek is, amelyeknek vannak bizony fenntartási időszakaik. És tudom azt, hogy nagyon sokan azt várták, hogy a városban, a Spárnál mikor épülhet végre körforgalom. Ígérem, hogy ezen is dolgozunk, de aki ismeri a pályázati kiírásokat, a pályázati források lehívásának lehetőségét, az tudja, hogy ahhoz, hogy itt 2021. március 16-án egy munka elkezdődjék, hát bizony ahhoz már 19 év elején igencsak dolgoznunk kellett, úgyhogy ez a folyamat beérett. Mindenkitől tehát itt a városban türelmet kérünk, és nem csak a városban, hiszen látjuk azt, hogy nagyon sok olyan cég dolgozik, olyan gyár dolgozik a városban, amely kamionforgalma az 50-60-70-es kamionszámot is meghaladja. Most mindenkitől türelmet kérünk tehát, de hát egy a lényeg, hogy fejlődni csak úgy tudunk, ha időnként elviseljük a kényelmetlenségeket, a nehézségeket is. Ugyanakkor
azt is látjuk, hogy ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, ahhoz mindig gondolkodnunk kell. Úgy hiszem, hogy önkormányzatunk bővelkedik azokban az emberekben, akik átgondolják ennek a térségnek a szerepét, hiszen nem véletlenül találtuk ki azt, hogy Vásárosnemény a Bereg szíve, és ha csak a turisztikára gondolok, akkor ebben az esztendőben 2 olyan program van, amelyre oda kell figyelnünk. Nyilván mi számtalan programban gondolkodtunk, 15-20 olyan programunk is volt, amely kapcsán szeretnénk ide vonzani minél több látogató turistát az ország, sőt a világ valamennyi pontjáról. Kiemelkedőnek tartom a junior kerékpáros világkupát, valamint a vadászati világkiállítást, melyek tükrében elmondhatjuk, hogy Vásárosnemény a Bereg szíve, a 21-es esztendőben akár a világ közepe is lehet, hiszen nagyon kevés olyan kisváros van, ilyen 9000 fős kisváros, amely 2 ilyen világeseményt is rendezhet egy esztendőben. Ma az elmúlt évtizedeknek is köszönhetem, hogy itt állok, és egy kicsit beszéltek rólam, és rólunk, és a cégünkről, mert teljesen 1969-ig kell visszakanyarodnunk, amikor is a családi vállalkozásunk elindult, amit édesapám indított el, és nyomdokaiba lépve testvéremmel közösen 2001-ben alakítottuk meg a BÉPSZOK Kft-t, így a Kft. Több mint 20 éves múltra, de maga a családi vállalkozásunk több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt 20 évben nagyon sok olyan kiemelkedő projekt volt, ahol önkormányzati közbeszerzéseken elnyert olyan munkák valósultak meg, amelyre büszkék vagyunk. Ilyen projektek a Vásárosnaményi Általános Iskola, a görögkatolikus templom, a református templom, a Vásárosnaményi buszpályaudvar, magán kézben lévő szálloda, étterem, illetve a Vadász Múzeumnak az első ütemében, amit sikeresen végrehajtottunk. Most jelenleg vannak folyamatban olyan munkánk, ami szintén az önkormányzathoz kapcsolódnak, és a vitkai energetikai pályázat, amit nem csak külső hőszigeteléssel, hanem teljes nyílászáró csele, illetve fűtéskorszerűsítéssel fogunk megvalósítani. De úgy gondolom, hogy cégünk és családi vállalkozásunk életébe 2020. decemberében eljött az a lehetőség, amikor sikeres közbeszerzési pályázaton vettünk részt a Vásárosneményi önkormányzat által kiírt pályázatban, és 2020. decemberében aláírtuk a Vásárosnemény város polgármesterével az ötvös kúria teljes rekonstrukciós és felújítási munkáit. Az ötvös kúria, arról amit tudni kell, hogy nagyon nagy kihívás volt ez számunkra, mert közel 300 éves épületről beszélünk. És egy olyan 300 éves épületnek a teljes felújítása, ami az elmúlt években nagyon, tehát műszakilag megromlott állapotba került. Ugye, ahogy polgármester úr is említette, volt több sikertelen pályázat, ami nem tudtak, ugye, tehát nem felelt meg az önkormányzat, és az állagmegóvását kellett biztosítanunk annak, hogy az épület megmaradjon abban a formában, hogy még fel lehessen újítani. 2020. decemberében, amikor aláírtuk a vállalkozási szerződést, ezt követően ugye, hát az időjárás egy kicsit befolyásolt bennünket, de nekiláttunk azoknak a feladatoknak, amik a legeslegfontosabb voltak, hogy a tető, zárófödém szakvéleményt elkészítessük, mert ugye maga a tetőszerkezetben is olyan szerkezetek voltak, ami az idő múlásával tehát nagyon megrongálódott. Illetve nagyon fontos volt az alapfeltárás, nagyon fontos volt a fal diagnosztikának az elkészítése, úgyhogy ezeket a műszaki teendőket, ezeket mind el kellett készítetnünk. Durván ezeknek az idő átfutása, illetve az időjárás okozta hátrányokkal egy nagyon picit ugye, tehát több időre volt szükségünk, mint amit mi terveztünk, de március hónapban, ahogy ugye engedett a téli időjárás, március hónapokban mind a birtokunkban volt az összes olyan szakvélemény, ami alapján el tudtuk kezdeni a munkálatokat, és el tudtuk kezdeni a teljes ötvös kúriának a felújítását. A szakvélemények alapján kénytelenek voltunk olyan műszaki kiváltásokat is eszközölni,
mint például ugye a tetőfedésnél egy cseréfedés volt meghatározva, de ugye kénytelenek voltunk ugye mérlegelni azt, hogy a cserép már statikailag nem volt a fal olyan állapotban, hogy a cserepet elbírta volna, és mondjuk itt egy nagyon-nagyon szép lemezfedés került ugye az épületre, de ezek a műszaki módosítások, ezek mind ugye egyeztetve a Műemlékvédelmi Hivatallal, illetve az uniós forrásokat is biztosító hatóságokkal, tehát ez mind leegyeztetésre került, és ezeket a módosításokat figyelembe véve hoztuk meg közösen azokat a műszaki megoldásokat, amivel úgy gondolom, hogy a mai nap már szemegyönyörködtető látványban elkészült. Ugye volt meglepetés, például a falkutatás során találtunk olyan fal üregeket, ami egyébként sehol nem volt felelhető. Ugye egy nagyon komoly faltörténeti kutatás előzte meg ezt a teljes projektnek az elkészítését, illetve pályáztatását. A falkutatás során kerültek elő olyan fal üregek, ahol a régi múltban voltak ugye a nemesek, és voltak ugye a kiszolgáló személyzet. A kiszolgáló személyzetnek volt egy külön helyisége, és ebből a külön helyiségből tudtak bemenni egy ilyen kis rejtett ajtón a középső épület közepében található fűthető helyiségekbe. Ezeket sikeresen úgy tártuk fel és őriztük meg, illetve most már ezek meg is tekinthetőek. Tehát ezekben a fal üregekben raktak tüzet, és így az épület teljes hosszában úgy fűtöttek, hogy a szolgálók nem is találkoztak az úri néppel, és ezek a falüregek teljesen a födém szerkezet fölé felemelkedve, ugye a tetőnél is olyan szinten el voltak burkolva, hogy először csak azt hittük, hogy füstölőként használták fent, de a falüreg kutatásnál végül kiderült, hogy nem, hanem ez teljes mértékben az épület fűtését szolgálta. Én úgy gondolom, hogy maga a projekt, így, hogy az önkormányzat sikeresen tudott pályázni, egy olyan értéket sikerült megmenteni, ami az elmúlt 300 évet tükrözi vissza. Van olyan katonai térkép, ahol Vásárosnaményban az Ötvös Kúria, a Tomcsányi Kúria és a Református templom látható. És én úgy gondolom, hogy ennek az Ötvös Kúriának a megmentése és felújítása az egyenlő Vásárosnamény létezésével. Mert ez a katonai térkép is bizonyítja azt, hogy igen, tehát a három épületen kívül még egy gémes kút volt látható Vásárosnaményba, és az, hogy a városunk közel a szívében található ez az épület, azért tegyük hozzá azt is, hogy sikerült még egy 8000 négyzetméteres zöld parkot kialakítanunk, és ez a helyszín nem csak az elmúlt 300 évet fogja tükrözni, hanem olyan családi rendezvényeken, vagy akár egy életet meghatározó mondjuk lakadalomnál is egy olyan helyszínt fog biztosítani azzal a zöld parkkal, amit kialakítottunk, a rengeteg fásítással, növényzettel, hogy egyedülálló lesz szerintem a városban. Önök az Európai Bizottság által támogatott Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Berek kezdeményezésére készült műsort látták. E hálózat fő feladata a tájékoztatás. Keressenek bennünket!